leszavazták azt, hogy módosítsák az előző közgyűlésen meghozott döntést a klímavészhelyzettel, illetve a transzparenciával kapcsolatban. Igen, a klímavészhelyzetről szavaztunk elsősorban, amit egyöntetően a Fidesz frakció elfogadott, majd egy 5 perces tanácskozás után úgy a szavazást értek. Másodszor, harmadszor is belátták, hogy klímavészhelyzet van, ezzel foglalkoznunk kell, és tulajdonképpen elfogadtuk ezt az első javaslatot is. Igen, tehát ez mit fog tartalmazni, milyen változtatások lesznek a városban? Tulajdonképpen a városban maga az energiafelhasználás, illetve azokat a klímavészhelyzet által produkált problémákat kellene orvosolni, mint a nagyobb üzemanyagfogyasztás, esetleg a műanyagok felhalmozása, és tulajdonképpen ez a globális problémát, amit nagyon definiálni nem lehet, hiszen egy katasztrófa helyzetet hogy lehetne definiálni? Tehát ha tudnánk előre, hogy mi történik, akkor ezt lehetne definiálni. Jelen esetben csak ez a helyzet, hogy ezen változtatni kell, ez országos szinten kihirdetett, Európa szinten kihirdetett, ezzel Szekszárd városának is foglalkozni kell. És milyen módon kívánják ezt csökkenteni, mert itt jó néhány érdekes felvetés is felvetődött, hogy hogyan érnék azt el, hogy a üzemanyag mennyiség csökkenjen. Igen, vannak ilyen kitiltásokról is hírek, hogy a dízelautó ki lesz Budapesten megtörtént, tehát ott törvénykezési szabályozták ezt törvénnyel. Jelen esetben ezt maga a frakciónak, illetve a közgyűlésnek át kell gondolnia, egy közös megegyezést kell produkálnunk, ami alapján el lehet ezt az ütemezést kezdeni, tehát hogy folyamatában csökkentsük ezeket a káros dolgokat. Akkor terveznek ki? Mindenképpen tervezünk, olyan dolgokat tervezünk, ami megvalósítható és reális. És ez reális, hogy kitiltják ezeket az autókat? Én nem állítottam, hogy ki fogjuk tiltani, azt mondtam, hogy volt rá precedens Budapesten, polgármester nagyon ezzel érvel, hogy mi kitiltjuk a dízelautók. Nyilván ebben a városban nem ekkora forgalmat produkál, de maga az elkerülő út, hogy a városból a forgalmat kiszorítsuk, az egy alapopció. Tehát kevesebb forgalom a központban, illetve így kevesebb káros anyagkibocsátás. Igen. Értem. A szociális tűzifával kapcsolatban is hoztak egy fontos döntést a mai nap során. Mi volt ez? Igen, én egy határozati javaslattal éltem, hiszen maga a tűzifa kérdés már elég régóta problémás. Tehát mindig, ahogy beszéltem a végfogyasztókkal, mindig későn érkezik, valami kevés ez a rendelkezésre álló köbméterfa, ahogy jelezték, körülbelül 2 hét fűtésre elegendő a nagy télben. Ennek a mennyiségét reálisan próbáljuk majd emelni, nyilván ezt szabályozok, mert ez hatáskörünkben van, illetve azt, hogy azzal a javaslattal éltem, hogy a 2020-as évre gondolkodjunk előre. Nyilván a tél az mindig tél, télen kezdődik, ezért időben el kellene kezdeni a tűzifa felvásárlást, több előnye is van, szárazabb a fa, nyáron nem sűrűn szeretnek venni fát, és azt gondolom, hogy az önkormányzatnak van annyi tapasztalata, illetve olyan statisztikája, hogy körülbelül hány köbméter fa fog fogyni, ezeket kösse le, foglalja le, és amikor megszületik az országos törvényrendelet, hogy tulajdonképpen ki jogosult rá, akkor már csak össze kell rakni a képletet, de hangsúlyozom, hogy szeptemberig be kellene fejezni a beszerzését. Azt a 2%-ot, ami esetleg több lesz, azt vélhetően lehet pótolni rövid időn belül. Igen. Most ezek a családok mikor fogják ezt a szociális tűzifát megkapni? Hát, hogy a polgármester is elmondta, 4 nap csúszással, ami szerintem már legalább 4 hónap, de 4 nap csúszással fognak ezek a tűzifákat kiszállítani. Sajnos valószínűleg ez is január vége februárra fog bekövetkezni, mire mindenhova ki lesz szállítva, de érdemben, mint ahogy jeleztem is a javaslatomban, hogy időben kell ezt elkezdeni. Tehát nem kell ezt tologatni senkire rá a felelősséget, hogy ki miért nem tette meg. Nyilván éveken keresztül, vagy évtizeden keresztül volt az előző vezetésnek erre módja, hogy módosítson, illetve az, hogy ezt megoldja, hogy időben oda kerül. Kampányidőszak alatt ez most elsiklott, ami sajnos nem segít a rászorultakon. Köszönöm szépen. Köszönöm.